Lendületesen kezdett a Spari és több ígéretes akciót is vezetett. Az 5. percben Rudolf végzett el szabadrúgást, de fölélőtt. A folytatásban is fölényben játszott a Nyíregyháza, és a 12. percben nagy helyzet maradt ki. Rezes baloldali beadására Dragóner érkezett tisztán, de mellégurított. A 18. percben viszont megszerezte a vezetést a Spartacus. Pekár László végzett el a jobb oldalról szabadrugást, a beadása után pedig Fodor Ferenc kapásból a kapuba helyezett 1-0. A középkezdés után növelte előnyét a csapat, Rezes László indult el a bal oldalon, pontos beívelésére Dragóner Filip érkezett középen, és a kapuba fejelt 2-0. Potyogtak a gólok a 22. percben, Rudolf Gergely kapott jó labdát középen, és a kapus mellett a hálóba gurított 3-0. 5 perccel később közel állt a 4. találathoz a Spari, forró ment el a bal oldalon, passza után Dragóner a kapufát találta el. Csillus indult el középen, majd 30 méterről elvállalta, alig ment fölé a labda. A 40. percben Dragóner Filip lépett ki, megtolta a labdát Sánta mellett és buktatta. A 11-est Rudolf Gergely belőtte 4-0. Az első félidő több gólt nem hozott, a Nyíregyháza meggyőző játékkal magabiztosan vezetett a szünetben. A második játék rész egy hatalmas forró bombával indult, centik hiányoztak az 5. gólhoz. Az 55. percben Bajzát, mint néhány éve a Kisvárda ellen ollózott a kaputól 17 méterre, de mellé ment a labda, az asszisztens pedig lest is jelzett, de az ismerős mozdulat nagy tapsot kapott. Rezes került helyzetbe a 63. percben, de a Cigándi kapus bravúrral hárította a közeli lövést. Bajzát is próbára tette a fiatal Demét, ezt a párbajt is a hálóőr nyerte. Ezúttal is lehetőséget kapott két U19-es labdarúgó, Sárosi Máté és Vajda Roland lépett pályára. A 82. percben növelte előnyét a Nyíregyháza, Bajzát Péter adott jó labdát Rudolf Gergelynek, aki higgadtan értékesítette az ittszert 5-0. Több gól nem esett, a Spari magabiztosan győzött a főpróbán. Jól futballoztunk helyenként, szellemesen, gyönyörű gólokat rúgtunk fel az első félidő, második félidő hiányérzetem van, pont azt mondom, hogy szeretnénk, hogyha ilyen mérkőzéseken, amikor ekkora különbség van a javunkra, reményeim szerint sokszor elő fog fordulni, már ilyen különbség azért nem lesz, de szeretnénk, hogyha kiszolgálnánk a közönséget. Tehát ez az egy hiányérzetem, ott a második félidőben tovább kellett volna nyomni az ellenfelünket, de tényleg ma nagyon szép egyéni dolgok voltak, és csapatként is az első félidőben jól funkcionáltuk. A Nyíregyháza Spartacus kedden 17 órától szurkolói ankétot tart a Városi Stadionban.